Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy napi horoszkóp. Illetve ez a felvétel eltart 23-ától október 26-áig. Az energia hasonló, így összefűztem a napokat. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak az ujjaink jógái is, ennek van gyógyító hatása. A mai napon mutatok egy gyakorlatot, ez kihat, jól hat ki ízületi megbetegedéseknél, és utal a belső nyugalomra, azon kívül a mozgásra. A jobb kéznél a gyűrűs ujjat és a hüvelyk ujjat összenyomjuk. A bal kéznél a középső ujjat és a hüvelyk ujjat. A többi ujjunk az így kifele mutat. Belélegezésnél összenyomjuk az ujjunkat, kilélegezésnél kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy mi történik a szerelmi élet területén. Mars bolygó az jelenti az élet erőnket, de utal a férfiakra is, hiszen Mars bolygó az egy férfias energia. Mars bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében, tehát a levegő elemében van. Vénusz bolygó az jelenti a szerelmet, utal ránk hölgyekre, hiszen Vénusz bolygó az jelenti a nőies energiát. Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, szintén a levegő elemében. Tehát megvan egy jó kapcsolat a férfias és a nőies energia között. Kihat a levegő eleme, a szabadság érzete, a könnyűség, a játszadozás, az ötletek, tervek és a kommunikáció. 23-án Szaturnusz bolygó, a sors bolygója megáll egy pillanatra, utána előre halad. Előre mennek az események. És itt a sors utakról van szó. Lesznek sors döntő változások. Október 24-én a szűz jegyében a Hold és Merkur bolygó találkozik. A Hold utalhat anyai témákra, ránk hölgyekre jól hat ki. A férfiaknak itt vannak még problémáik, de a Holdnál lehet tulajdonképpen érzelmekről is szó. A férfiak ezen a napon nem tudják kimutatni az érzelmeiket, vagy nem akarnak érzelmekről beszélni. 25-én a Hold eléri a napot, és ez azt jelenti, hogy új Hold van. A visszahúzódásra utal, a meditációra. Ezen a napon, tehát 25-én van egy nap Finsternisz. Finszterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Ez a mérleg jegyében van a nap és a hold találkozása, és itt van a közelben a lefele mozgó kármikus csomó Kétu. És ez a Finsternisz pontosan erre a hold csomóra utal, és Kétunál mindig a múltról van szó. Mindarról, amit átéltünk a múltban, lehet, hogy a korábbi életünkben, itt lesznek emlékek a múltból. 26-án Merkur bolygó elbúcsúzik a szűz jegyétől, és áttér a mérleg jegyébe. Itt cselekvésekről van szó, kommunikációról, ez jól hat ki ránk hölgyekre,
hiszen Vénusz bolygó szintén a mérleg jegyében van, itt igazságról van szó, harmóniáról, békéről, azon kívül a párkapcsolatról, és mivel Merkur bolygó 26-ától a levegő elemében mozog, ugyanúgy, mint Mars bolygó az ikrek jegyénél szintén a levegő elemében van, itt lesznek jó kapcsolatok, szerződések, találkozások és beszélgetések. Egy jó tanács részemről. Ha mi hölgyek érzelmekről vagy párkapcsolatról szeretnénk beszélni a társunkkal, akkor várjunk 26-áig, mert ettől a naptól kezdve minden úgy előre halad, és megvan ez a könnyűség, különösen ha beszélgetésekről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!